Nyilas elég soká. Ez már jó. Ez tudás kellett. Bekő, Zimmermann. Zimmermann. Ez is jó! Hoppá! Tovább-tovább 35 perc telt el, továbbra is gól nélkül. Nyilas érdeklődően állott a szöglet zászló közelében. Itt a gólhelyzet, és itt a gól! Kriska! Végül is a megoldás igazoltatott azáltal, hogy egy nagyon jó kanyargó beadás a túlsó sarokhoz érkező Kriskát teljesen egyedül találta, és 1-0 a hazaiak javára. Nagy Tibor, jó labda, remek labda Romaneknek, nem is jó. Újabb gól helyzet, 2-0 Füle. Ez szép támadás volt. Ez szép támadás volt, és felhívom figyelmüket Puglicsra, akitől a dolog elindult, 2-0 arányban vezette át a hazai csapat. Német hátrál. Még mindig nem lehet pontosan tudni, ki lesz. Német. Uff, kapufát érintve. Án. Kicsit gyors volt a labda, Schwarz eléri még. Schwarz Zoltáné. Puglics. Jó a visszadás, gól! Nyilas. Elég meredeken fordul, de még a vonal előtt eléri, és itt Nyilasnak már nem lehet problémája, csak elrontani lehetett. 3-0. Víg. Jobb oldalt üresen vannak a társak. Víg. Hoppá! Víg lövésre szánta magát, szerintem egy védőről változtatott irányt a labda, és bevánszorgott. Víg vezeti, nem igazán indokolt, hogy ne tegye ki jobbra, aztán meglövi, tán nem is túl erősen, és irányt változtat.